2020 év végén mindenki abban bízott, hogy hamarosan vége a járványnak, és újra minden visszaállhat a megszokott mederbe. Leginkább talán az egészségügyben dolgozók reménykedtek ebben. A COVID-19 azonban 2021-ben sem kímélte Magyarországot, folytatódott a megterhelő munka. Jelentős esetszám, új kihívások és rengeteg megtett kilométer van a szabolcsi mentőegységek mögött. Gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy egy egészen párhuzamos mentőszolgálat jött létre. Ugye a mindennapi mentési feladatainkat ugyanúgy elláttuk, mint eddig, hiszen azok nem csökkentek, a balesetek, infarktusok, belgyógyászati balesetek, és emellé jött természetesen a COVID-járvánnyal kapcsolatos plusz feladatszám. Ez azt jelenti, hogy országosan közel 5 millió kilométert tettünk meg csak Covid-dal kapcsolatos feladatok ellátása kapcsán. Mint említettem, a megyében is több tízezer ilyen mintavételezési feladat történt, és több ezer igazoltan Covidos, illetve gyanús beteget szállítottunk gyógyintézetbe. Tehát, mint említettem, ez úgy kellett elképzelni, hogy bizonyos esetekben a kapacitásainknak több mint 100%-át kellett, hogy rendszerbe állítsuk ahhoz, hogy ezeknek a megnövekedett feladatszámoknak eleget tudjunk tenni. A megnövekedett feladatszám mellett természetes, hogy a normálisnál gyorsabban elhasználódnak a kisebb-nagyobb mentéstechnikai eszközök. Ezeket 2021-ben folyamatosan cserélték, fejlesztették. Történt mentőautó átadás, új mentőautó átadás a megyében, néhány mentőállomásunk a megyében megújult, fejlesztésekre, energetikai korszerűsítésekre került sor, tehát ezek az év folyamán folyamatosan zajlottak, hiszen már csak a nagyfokú igénybevétel miatt is ezek a gépjárművek, illetve mentéstechnikai eszközök folyamatosan szervizelésre, karbantartásra és cserére szorulnak. A mentőkapacitás jobb és hatékonyabb eloszlása érdekében a tervek szerint 2022-ben új mentési pontokat hoznak létre a megyében. Emellett új rohamkocsik és alapszintű mentőegységek is érkeznek majd a szabolcsi mentőszolgálathoz. Az év első felében pedig a teljes, közel 500 fős állomány munkaruháját új, korszerű egyenruhára cserélik.